Üres parkoló a képviselői irodaház előtt, de már nem sokáig. Érkezik egy autó, megáll, majd szabályosan visszatolat a felfestett vonalak közé. Ez az, amit Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő elmulasztott hétfőn este. A vonalak közé tolatás helyett inkább szemből a vonalakra parkolt le. Az esetről Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője készített képeket, és tette őket közzé a közösségi oldalán. Ez az a hely, ahol a fényképek szerint Selmeczi Gabriella parkolt a német rendszámú, több mint 30 millió forintos, 340 lóerős BMW luxus terepjáróval. Az autó több mint 5 méter hosszú, így fordulhatott elő, hogy a szabálytalan parkolással egyszerre 3 parkolóhelyet is elfoglalt a fideszes képviselőnő. Szabó Tímea szerint az is kérdés, hogy ki a német rendszámos luxus terepjáró, az ugyanis nem szerepel Selmeczi Gabriella vagyonnyilatkozatában. A mai napon a Párbeszéd egyébként személyesen Selmeczi Gabriellahoz is fordul, és megkérdezzük, hogy miért nem szerepel ez az autó az ő vagyonnyilatkozatában, vagy akkor esetleg kinek az autóját vezeti, miért egy német rendszámú autóval közlekedik a parlamentben. Nem tudom, hogy ez az a keresztény, konzervatív, visszafogott életmód, amit a Fidesz hirdet, esetleg annak a jegyében vezette egy ilyen autót. Selmeczi Gabriellát ma hiába kerestük. A Fidesz frakció vezetője kérdésünkre azt közölte, Selmeczi Gabriella nem hagyta ott a kocsiját, csak néhány percre állt meg, és végig az autóban ült, ami egyébként a férjéé. Sajnálja, hogy hibázott, elnézést is kér mindenkitől, a szándékosságát a dolognak vitatja, vétlenül és gondatlanul járt el, így nem lehet parkolni. A családi vagyoni helyzetére vonatkozóan pedig, hogy már-már közismert tény, hogy képviselőasszony férje jómódú üzletember. Nem ez az első eset, hogy Selmeczi Gabriellának egy fehér BMW luxus terepjáró használata miatt kell magyarázkodnia. 2 éve egy jársági-lakossági fórumra érkezett egy másik ilyen autóval, és azt kérte a HVG fotósától, hogy a kocsiról ne készítsen képeket. A Fidesz akkor is azt közölte, az autó a képviselő férje cégének a tulajdona, és Selmeczi Gabriella jogszerűen használta.